Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Szentendre Ma hírmagazinunkat látják. Nézzük mai adásunk tartalmát röviden. Ferences gimnázium, új szárnyal bővül az iskola. 24 órás ügyeleti rendszer, meghosszabbított rendelési idő. Október 6-a, az aradi 13 vértanúra emlékeztek Szentendrén is. Filmet forgatnak ma este és éjjel a Lázár cár téren és környékén, figyelmeztet az önkormányzat honlapján. A stáb a Lázár cár téri parkolóban jégpályát épít a jelenetekhez, de a munkálatokhoz a Dunakorzón is igénybe vesznek fizető parkolóhelyeket. A Bercsényi és a Bogdányi utcában is foglalnak közterületet, pénteken éjfélig, a jégpálya körül pedig szombaton reggel 6 óráig. A filmesek a fizető parkolókat előre láthatólag holnap délelőttig használják. Lépésről lépésre újul meg a Ferences gimnázium. Most a régi épületszárny újjáépítésén dolgoznak, jövőre egy sportcsarnok épül az oktatási intézményhez. Újabb és modernebb szárnyat kap a Ferences gimnázium. A jelenlegi felújítási munkálatokkal az iskola tanári és igazgatói irodája lesz élhetőbb, amely fölött egy rendházat alakítanak ki. A munkákkal az épületrész megépítése után sem állnak le, hiszen jövő évtől az utca túloldalán egy nagyobb tornacsarnokot kap a középiskola. Amit itt most látunk, ez az igazgatói irodák, illetve a tanári szoba, illetve fölötte lesz egy pici kis rendház, hiszen ugye Ferences gimnázium, ez azt jelenti, hogy 4-5 szerzetes itt él állandó jelleggel, úgyhogy ezért határoztuk el, hogy ezt a eléggé korszerűtlen, eléggé kicsi, apró szárnyat lebontjuk, és egy nagyobbat építünk helyette. Nem csak ez az épület szárny bontás, ami izgalmasá tette az életünket, hanem hát sok egyéb dolog is. Többek között én új vagyok itt, ugye augusztus 1-től kerültem ide igazgatóként, úgyhogy számomra hát nagy izgalmakkal és komoly kihívásokkal kezdődött ez az iskolai év, bár itt voltam már 2 évvel korábban, úgyhogy nagyjából a diákokat, a várost, az iskolát úgy megismertem, tehát éppen, hogy elégséges időt töltöttem itt ahhoz, hogy nagyjából képben legyek. Pályázati pénzről lévén szó, itt elég szigorúak a határidők. A iskola épület szárnya, rendház az a jövő év végére fog befejeződni, a tornacsarnok pedig 1 évvel később. Jövőre kezdődik a tornacsarnok építése, amelynek célja, hogy legyen egy olyan tér, amely alkalmas iskolai és városi rendezvények lebonyolítására. Az épületet a gimnáziummal szemközti telken alakítják majd ki. A kivitelezési adatok szerint az új épület 1200 fő fogadására lesz alkalmas. Az elmúlt időszak is sorozatos korszerűsítéssel telt, amik nagy mértékben meghatározták a diákok és a tanárok mindennapjait. Korábban volt energetikai pályázatunk, az nagyon-nagyon fölborított az életünket, mert ugye ablakokat cseréltünk, beburkolták az épületet, a fűtési rendszert korszerűsítették. Az azt jelentette, hogy gyakorlatilag porban kellett mászkálni, meg kell szokni, hogy a munkások ott flangálnak a gyerekek között. Most sokkal könnyebb a helyzetünk, mert egy olyan szárnyról van szó, amit hermetikusan le tudtunk zárni, lehet látni, itt van a vége az épületnek, és gyakorlatilag egy kívülálló helyszínné vált így ez a rész az iskolának. Tehát gyakorlatilag most azt mondom, hogy azzal, hogy lezártuk az épületszárnyat, a tanítás teljesen normális módon ugyanúgy folyik, mintha mi sem történt volna. Nehézsége csak az intézményhez közeli másik építkezés jelent, mert a következő időszakban nagyon forgalmas lesz az utca, ami kisebb fennakadásokat okozhat majd a közlekedésben. Jól működik a 24 órás ügyeleti rendszer a városban. Augusztus 1-jével a korábbi éjszakai és hétvégi ügyeleti rendszert felváltotta a 0-24 órás ügyelet, a nap minden órájában igénybe vehető az ellátás. Ezzel egy időben megváltozott a házi orvosok rendelési ideje, késő délután is várják a betegeket a rendelőkben. Az ügyelet kifejezetten sürgősségi ellátást nyújt, ez azt jelenti, hogy akut rosszüllét, életet veszélyeztető állapot esetén lehet igénybe venni. Fontos, hogy ilyen esetekben ne a házi orvoshoz forduljanak, mert ez időveszteséget jelent, hanem közvetlenül az ügyeletet kell hívni a 0626 312 650-es telefonszámon.
Országszerte a magyarság az október 6-ai szomorú történésekre emlékezett ma. Városunkban az oktatási intézmények mindegyikében, valamint a nagyobb intézmények is emlékműsorral készültek az aradi vértanúk emlékére, akik életüket adták az 1848-as szabadságharc leverését követően. A központi fűhajtás a Kálvária dombon volt. Ma délelőtt tartották az október 6-i megemlékezést az aradi vértanúk kivégzésének évfordulóján. Minden vértanú császári királyi tiszt volt, a szabadságharc végén a honvédseregben egyikük altábornagyi, 11-en vezérőrnagyi fokozatot viseltek, egy fő pedig ezredes volt. A 13 katonatiszt mellett gróf Battyány Lajosról, az első felelős független magyar kormány miniszterelnökéről is megemlékeztek, aki ugyanezen a napon halt hősi halált Budapesten. Október 6-án dicsőséges tábornokainkra emlékezünk, akik életüket áldozták hazánkért, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után. Tisztelettel hajtunk fejet a következő nagyszerű emberek előtt. Az ítéletek kimondása, a kivégzések mikéntje és sorrendje megfontolt elgondolások alapján történt. A legtöbb bosszúságot Damjanics okozta a császáriaknak, ezért őt illette volna az utolsó hely, de Hajnaú személyes bosszúja ezt is fölülírta. Gróf Récsei Károlyt végezték ki toljára. Lőpor és golyó általi halált halt reggel 5:30. Lázár Vilmos, ezredes főtiszt. Gróf Dezsőfi Arisztid, tábornok. Kis Ernő, tábornok. Svejdel József, tábornok. Kötél általi halállal halt. Pöltenberg Ernő, tábornok. Török Ignác, tábornok. Láner György, tábornok. Knézics Károly, tábornok. Nagy Sándor József, tábornok. Gróf Leiningen Westerburg Károly, tábornok. Aulik Lajos, tábornok. Damjanics János, tábornok. Gróf Vécsei Károly, tábornok. Az ünnepélyen beszédekkel és egyperces néma csenddel is tisztelektek az aradi hősök emléke előtt. A vértanúk utolsó leveleiből is idéztek. Lázár Vilmos tábornok levele 1849. október 5-én este feleségéhez, Revécki Máriához. Kedves szentem, egyetlen marim, mindenem e földön. Egy sejtelme mondja nekem, hogy holnap reggel, mielőtt még egyszer láthatnálak, elvérzettem, s velem több becsületes, derék bajtársaim. Marim, te, aki szívem minden bírvágyát bírtad, te magad maradsz a földön. Te voltál mindenem, te leszel utolsó sóhajtásom. A felolvasás után Petricskó Zoltán alpolgármester mondott beszédet, majd Kovács Donát, a református gimnázium diákja emlékezett meg a hősökről. Tegnap hősökkel lettek, ma mártírok. Így parancsolja ezt hazám szolgálata. Hangzott Dezsőfi Arisztid utolsó mondata, mielőtt a golyó által kivégzettek négyes csoportjában másodikként a fegyver elé állt. Meghalni a hazáért? Mit jelent ez pontosan? És vajon én képes lennék rá? Olyan idegenül hangzik mindez 2017-ben. Talán ezért nem egyszerű elérni, hogy korosztályomra, vagy akár idősebb korú személyekre nagy hatással legyen egy október 6-ai megemlékezés. Felfoghatatlan az a személyi veszteség, amely hazánkat a történelem ezen ideje alatt érte, és nehéz lenne magunkat beleképzelni egy hasonló drámába torkollott forradalomba. Milyen mértékű elszántság szükséges ahhoz, hogy emberek sokasága mindenét hátrahagyva egy nép saját nemzete ügyéért tegye kockára életét, majd belátván vesztét meghaljon a hazájáért. A ma emberének azt gondolom ez érthetetlen. Bújjuk a történelemkönyveket, olvassuk a feljegyzéseket, a kor irodalmát, és csodálkozunk, sajnálkozunk. Az eseményen a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiájának zenekara is közreműködött. A hagyományokhoz híven a megemlékezést koszorúzással zárták.
Végül a hétvége várható időjárásáról. Szombaton napos idő lesz, csak helyenként fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. 13 és 17 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap már megnövekszik a felhőzet, élénk lesz a szél. Napközben 12-18 fokot mérhetünk. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer. Lépésről lépésre újul meg a Ferences Gimnázium. Most a régi épületszárny újjáépítésén dolgoznak, jövőre egy sportcsarnok épül az oktatási intézményhez. Jól működik a 24 órás ügyeleti rendszer a városban. Augusztus 1-jével a korábbi éjszakai és hétvégi ügyeleti rendszert felváltotta a 0-24 órás ügyelet. A nap minden órájában igénybe vehető az ellátás. Országszerte a magyarság az október 6-ai szomorú történésekre emlékezett. Ma városunkban az oktatási intézmények mindegyikében, valamint a nagyobb intézmények is emlékműsorral készültek az aradi vértanúk emlékére, akik életüket adták az 1848-as szabadságharc leverését követően. Ez volt már a híradó. Ha tehetik, maradjanak velünk a továbbiakban is, hamarosan a Művészváros című magazin műsorunk következik. Híradóval legközelebb hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket. További híreinkért keressék fel a tvszentendre.hu oldalt, ahol élőben nézhetik adásunkat. Ne felejtkezzenek el róla, hogy csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Mára megköszönöm a figyelmüket, és nagyon jó hétvégét kívánok a munkatársaim nevében is. Viszontlátásra!